A kormány háború ellenes akciótervet hirdetett, ez egyrészt 400 milliárd forintos bevételnövelést, illetve több mint 600 milliárd forint kiadás csökkentést jelent, ezt szokták nevezni egyébként általában megszorításnak, és itt van a védelmi hozzájárulás nevezetű bármi is, de ebbe a körbe tartoznak az extra profit adó kérdés, hogy hol keletkezik extra profit, és ennek járt utána Brückner Gergely, a Telex gazdasági szakújságírója, akit kapcsolunk. Szervusz Gergely, jó reggelt kívánok, örülök, hogy a rendelkezésünkre állsz, és köszönöm is ezt neked. Hogy áll ezeknek az extra profit adóknak az ügye a vállalati szférában, ez hogyan hat? Szervusz, jó reggelt kívánok. Ugye mi azt néztük meg, hogy 2023-ban, amiről már konkrét adataink vannak, a hat legnagyobb tőzsdei cég mennyi külön adót, illetve rendes adót fizetett, és hát azt találtuk, hogy egészen elképesztő, gyakorlatilag a magyarországi tevékenységnek a nyerességességét döntő részben elviszik a külön adó. A 2024-essel is foglalkoztunk, ugye ott az még egy kicsit bizonytalanságot jelent, hogy nem jelent meg minden rendelet a magyar közlönyben, illetve vannak olyan típusú adók, amit majd a 2024-es profit vagy árbevétel arányában fogunk tudni meghatározni, de azért igyekeztük azt nézni, hogy a különböző szektorokban hogyan változik ez, és hát arra jutottunk, hogy természetesen nem igaz az az állítás, hogy ezt a lakosság ne érezni meg, hiszen hogyha egy kiskereskedelmi adó, vagy egy nem tudom, bármilyen forgalomra kivetett adó megjelenik egy társaság életében, az előbb vagy utóbb valamilyen módon azért a lakosság is megérzi. Na most itt az elnevezés az mindig nagyon fontos, az, hogy most védelmi hozzájárulásnak hívjuk. Én egyáltalán nem bánom egyébként, hogy a politika részéről a kommunikációban van némi irodalom is, és ezt betudom ennek, de amikor az extra profit adókról beszélünk, és olykor ezt például nem a profitra, végképp nem az extra profitra, amit nem definiál semmilyen jogszabály, vetik ki, hanem a forgalomra. Tehát ilyen értelemben forgalmi típusú adóként működik, főleg a kiskereskedelemben, ez egy 4%-os tételjét jelent. Kijelenthető-e az, hogy akkor tulajdonképpen számoljuk úgy, mintha 27%-os áfa 31% volna? Igen, a kiskereskedelmi adót lehet így számolni, és hát valószínűleg azért azt kevesen gondolják, hogy amikor mondjuk nyáron azt tapasztalják, hogy Olaszországban, Spanyolországban vagy Horvátországban is, még a tengerparton is mondjuk egy élelmiszerüzlet, de alacsonyabbak az árak, akkor ez, hát ez a kiskereskedelmi adó, ez nem emelte mondjuk a magyarországi árakat, vagy az inflációt. Az extra profit adó az olyan szempontból szintén egy vitatott elnevezés, hogyha megkérdeznénk mondjuk azt a hat társaságot, amelyet mi vizsgáltunk, valószínűleg nem úgy érték meg ezt az elmúlt év időszakot, mint hogyha extra profitjuk keletkezett volna. Esetleg lehet olyat mondani, mondjunk egy példát, amikor a MOL életében nagyon kinyílt az az olló, ami a oroszországi importolaj és az ő végtermékei között van, vagy a nyugati típusú olajok között, az lehet, hogy egy extra jelenség volt. De hát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk konkrétan a MOL tavaly 400 milliárd forint különböző adónemeken extra adót fizetett, miközben gyakorlatilag a hazai tevékenysége nem is profitábilis, hát valószínűleg nem úgy éri meg, mint a legkellemesebb időszakát. Lehet, hogy a hazai tevékenysége nem volt föltétlen profitábilis, vagy ha volt is profitja, azt egy-egy az egybe elvitték a hazai adók, de mivel hogy egy több országban tevékenykedő és több forrásból bevételt szerző cégről van szó, így csoportszinten viszont lehet, hogy nagyon is jól járt, és a kormány esetleg úgy számolt, hogy akkor amit lehet, azt mozdít, de ettől függetlenül a cégnél még van mit a tejbe aprítani. Igen, az indokolás furcsa ilyenkor, ugye, amikor ez elsősorban az OTP-re és a MOL-ra, tehát akiknek valóban érdemi és ráadásul jól működő nyereséges külföldi vállalatai vannak. Ugye gyakorlatilag az extra profit az hát úgy volt annó meg ideologizálva, hogy hát a magyar fogyasztók most hát nagy jövedelmet realizáltak ezek a cégek, de valójában magyarországi extra profit adóval, ha úgy vesszük, akkor az OTP-nek a szlovák vagy a bolgár ügyfeleken, szlovák már nincs rosszul mondtam, bocsánat, szlovén vagy bolgár ügyfeleken realizált jövedelmét is Magyarországon adóztatták meg. Voltak éppen ez minden nagy tőzsdei cégre igaz, hiszen a Richter gyógyszergyár az egész világról szerzi a bevételeit, de az mégiscsak mondjuk egy magyarországi cég, ami exportál, mondhatjuk, hogy ilyen szempontból azért ez egy magyarországi siker, és akkor van egy-két olyan nagy cég, elsősorban a Magyar Telekom, vagy az MBH Bank, amelyik ma még döntően valóban Magyarországról szerzi a jövedelmét. Más kérdés, hogy mondjuk a 4iG-t is belevettük a kutakodásunkba, hát ő eleve egy veszteséges cég, tehát nála mondjuk
az extra profit adót úgy értelmezni, hogy még profitja sincs, nem hogy extra, az megint egy elég faramúci helyzet. Brückner Gergelynek, a Telex gazdasági újságírójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, szervusz!